Az idei éjszakai és egyesületi váltó OB-t a tavaly előtti hosszú távú országos bajnokságra készült Jakab-hegy térkép aktualizált változatán rendezte a PVSK. A terep a meccsek egyik legkeményebb része, meredek, bozótos és helyenként köves is. Az éjszakai verseny a déli, bozótosabb, de kevésbé szintes részen zajlott. A bajnokságra 341 résztvevő nevezett, ebből 22-en a PVSK-ból. A kíméletes pályakitűzésnek köszönhető a győztes idők általában a szabályzatban előírtnál jobbak lettek. A nőknél Gárdonyi Csilla magabiztos győzelmet aratott, 4 perccel verte a mezőnyt. Nagyon jó érzés volt nyerni, mert már több mint egy éve nem nyertem egy ilyen jobbét, úgyhogy nem tudom, kicsit meg is lepett, meg tényleg nagyon jó volt. Hát a terep szerintem egy fokkal könnyebb volt, mint amilyenre emlékeztem. Fizikailag is, meg igazából technikailag is szerintem egy nem volt nagyon-nagyon bonyolult a pálya, de tetszett, és jó volt. A férfiaknál Bujdosó Zoltán és Jónás Ferenc között 4-szer fordult meg a vezetés a pálya során. Mindketten hibáztak párszor, de a végén Bujdosó Zoltán behúzta a tavalyi középtávú után második felnőtt bajnoki címét is. Nagyon örülök, hogy sikerült nyerni. Igazából nem volt egy teljesen tökéletes futás, de úgy igazából elégedett vagyok az eredménnyel, meg nagyon örülök, hogy ez így összejött. Ez az első igazából első helyezésem most az évben egyéniben, szóval örülök, hogy ezt éjszaka sikerült, mert nem igazán tartom annyira jónak magamat éjszaka, még rengeteget kéne fejlődnöm itt az éjszakai tájfutásban, de majd igyekszem. A pálya nagyon tetszett, igazából örültem, hogy sok pontunk volt, szóval ilyen figyelős, rövidebb átmenetek is voltak, illetve volt hosszabb útvonalválasztós is, szóval szerintem tök jó pályánk volt, szóval élveztem. A férfiaknál szorosabb volt a verseny, az első 6 sportolót 4 perc választotta el egymástól. A pécsi Baumholzer Máté lett a harmadik a két fiatal mögött. Az utánpótlás kategóriákban a tabáni Spartacus volt a legsikeresebb, 2 elsőség begyűjtésével a további 5 bajnoki címen 5 különböző klub osztozott. Pontosan ilyenre számítottam, mondhatjuk, hogy élveztem a hazai terep előnyeit. Ugye a pályát azt nem ismerjük a rajt előtt, a rajt pillanatáig, de azért sokat futottunk még gyerekkoromban is ezen a terepen. Tudtam, hogy mennyire bozótos és mennyire nehéz menne sok helyen haladni, viszont meglepődtem, hogy ilyen sokat mentünk bozótban. Azt hittem, hogy több olyan útvonalválasztás lesz, ahol inkább az úton futásokat fogom választani, de nagyon sok helyen át kellett vágni, át kellett menni egyenesen. Mondhatnám, hogy elégedett vagyok, de azért voltak kisebb hibáim. Ettől függetlenül boldog vagyok az eredménnyel. Egészen jól ment a mai verseny. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nekem ennyi volt benne. Nyilvánvalóan hibátlan pályával akár még lehetett volna nyerni is, de mindenki biztos vagyok benne, hogy hibázott akár még annyit is, mint én. Úgyhogy én elégedett vagyok, jó volt a terep, egész jó volt a pálya, egy-két komolyabb útvonalválasztást esetleg vártam volna, de én szeretem az ilyen kemény küzdős terepeket, sok szinttel, kicsit bozótosabb jellegűeket, úgyhogy élveztem. Azt gondolom, hogy még elég sok van bennem, hogyha sikerül visszaszereznem a sérülés előtti formát, akkor újra meg tudom szorongatni a fiatalokat, remélhetőleg még néha megismerni őket. Az éjszakai OB másnapján következett az év utolsó bajnoksága, az egyesületi váltó országos bajnokság, melynek eredményeiről következő műsorunkban számolunk be.